A kőbányai Szent László napok minden évben az egyik legjobban várt programsorozat Kőbányán. A többnapos rendezvénysorozatot több hónapnyi szervezés és tervezés előzi meg, hogy a lehető legérdekesebb és legizgalmasabb programokon vehessenek részt a 10. kerület lakói. Idén, június 23-án pénteken kezdődött meg a Szent László napok programja. Dékovács Robert Antal Kőbánya polgármestere ünnepi beszéddel meg is nyitotta a rendezvényt, melyben néhány szót az előző esti díjátadó ünnepségről is szólt, melyen különleges embereknek osztották ki a Szent László díjat, díszpolgári címeket és a kerületi kitüntetéseket. Ezeket a díjakat hagyományosan a Szent László napok kezdete előtt hirdetik ki. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és együtt ünnepelhetünk a mai estén. Mikor ide készültem, akkor két nagy kockázatot vállaltam. A kislányom elhívott fagyizni. Benne volt a kockázat, hogy a fehér ingem sérül, és valóban sérült rajta a fagyifolt. A másik kockázat, amit vállaltunk a mai estére, az időjárás kockázata, hiszen minden előrejelzés arról szól, hogy ma este hidegfront éri el majd Magyarországnak ezt a térségét is, de nagyon bizakodunk benne, hogy lesz elég időnk, lesz elegendő időnk, hogy az előadást élvezhessük a mai estén. Tegnap este nem vállaltunk ilyen nagy kockázatot. Tegnap este átadtuk a kitüntető címeit a városnak, díszpolgárokat avattunk, illetve megköszöntük a munkáját orvosoknak, ápolóknak, pedagógusoknak, polgármesteri hivatalban dolgozó kollégáimnak, sokaknak, másoknak. Nem vállaltunk nagy kockázatot, hiszen olyan embereket jelöltek a képviselőink a díjakra, akik méltán megérdemelték ezt. Felidéztem a tegnapi estén Kőbányának az elmúlt 150 évéből jubileumi évfordulókat, pontokat. Utaltam 1873 időszakára, és kiemeltük Havas Ignácnak az érdemeit, aki kőbányai földbirtokos volt, és neki köszönhetjük, hogy 150 évvel ezelőtt Kőbánya Budapest 10. kerületévé válhatott. Megemlékeztünk Richter Gedeonról, aki 50 évvel később egy jeles évfordulón 1923-ban alapította a gyárát a Cserkesz utcában, és nagyot ugorva egy következő 50 esztendővel megemlékeztünk Gergely Gáborról és Moldova Györgyről, ők ketten ennek az esztendőnek a díszpolgárai, a jeles író a Pongrácz telepről és a kiváló világbajnok pingpongozó asztali teniszező a Pongrácz telepről. Fölidéztük azt is, hogy a közös felelősségünk az, hogy ennek a városnak a következő 50 éve hogyan is fog alakulni, mikor a 200 éves évfordulót ünnepeljük, kiket tudunk köszönteni. Lesznek-e olyan emberek, akikre büszkét leszünk? Hogy fejlődik a város a következő 50 esztendőben? Elmondtam tegnap este is, ez rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik. Hogyan éljük meg a város mindennapjait, hogyan tudunk dolgozni, tenni azért ugyanolyan hittel, akarással, mint Richter Gedeon tette. Ez csak rajtunk múlik. Úgyhogy bízom benne, hogy ennek a városnak az ereje, az összefogás ereje, az együtt gondolkodás ereje a következő 50 esztendőre is, a 200. évfordulóra is szép ünnepet hozhat, és ismét tudunk ünnepelni olyan embereket, akikre büszkék lehetünk, amely az elmúlt 150 évet is jellemezte. Most azonban kanyarodjunk vissza a mai estéhez, illetve ehhez a hétvégéhez. Számos programmal készültünk. A ma esti színházi előadáson túl holnap estére egy fantasztikus koncerttel. Oda is várjuk Önöket, illetve napközben számtalan program, toronyjárás, pincerendszer, zenevonat, a gyerekeknek játékok a templomkertben, vendéglátás, Tudta Ford a zenekar, és nem sorolom tovább a programokat. Jöjjenek, töltsük együtt a hétvégét, ünnepeljünk együtt közösen Kőbányán. Köszönöm, hogy itt vannak, élvezzék a mai estét. Bízunk benne, hogy az a kockázat, amit vállaltunk, nem formálódik úgy, mint az ingemen a fagyifolt. A Szent László tér kis és nagy színpadán egyaránt sokszínű koncerteket hallhattak, akik kilátogattak a rendezvényre. Lékó Stefánia zenekarával lépett fel. Stefánia fiatal korában került Kőbányára, és az Zrínyi Miklós gimnázium után a Kőbányai Zenei Stúdió diákja lett. Az iskola elvégeztével továbbra is zenével foglalkozik, és dalokon dolgozik. Bár helyszerint soha nem laktam Kőbányán, nekem Kőbánya nagyon-nagyon közeli, és szinte már kőbányai lakosnak érzem magam. Én Felvidékről érkeztem 2014-ben, és teljesen találomra egy gimnáziumnál felvételiztem a 11. évfolyamba, és pont a Kőbánya, Zrínyi Miklós gimnázium lett az, aki
akit kiválasztottam, tényleg teljesen véletlenül. És akkor még úgy jöttem fel, hogy a Műszaki Egyetemet fogom elvégezni, de hát a Kőbányán nem lehet nem hallani a Kőbányai Zenei Stúdióról. Gyerekkoromtól énekeltem, és így szinte természetes volt, hogy van egy ilyen iskola, akkor megyünk, és egyértelmű. Tehát, hogy bár soha nem laktam Kőbányán, mindig volt valami, ami miatt idejöttem napi szinten, és ezért mindig nagyon-nagyon fontos lesz számomra Kőbánya, és nem nélkülözhető az, hogy az első fellépésem például itt Budapesten, tehát 2014. szeptemberében jöttem fel, és 2014. október 1-én az Újhegyi Sétányt avattuk fel, mert akkor adták el, és ott énekeltem először. Szóval nekem mindig nagyon fontos lesz Kőbánya. Akárkivel interjúzok, a Kőbányai Zenei Stúdiót, a diákok, azok mindig nagyon istenítik, hogy nagyon imádták. Neked miért áll közel a szívedhez, és kinek ajánlanál? Ez egy nagyon jó kérdés. Az a nehéz benne, hogy nehéz elmagyarázni. Tehát úgy tudnám elmagyarázni azoknak, akik esetleg nem zenészek, és olyan embereket kell megszólítani, hogy úgy képzeljék el, mint a Harry Potterben Roxfortot. Tényleg olyan. Tehát, hogy konkrétan úgy érzed magad, amikor Kőbányára mész, a zenészeknek pedig maga a Kánaán. Tehát az van, hogy a legjobb zenészektől tanulhatsz, a legjobb kapcsolatrendszert tudod megszerezni, és közben meg folyamatosan benne vagy. Tehát, hogy Kőbányai Zenei Stúdiónak folyamatosan rendezvényei vannak, a diákok állandóan fellépnek, és akarva, akaratlanul beletanulsz a zenészségbe, és mire kikerülsz a zeneiskolából, már szinte a diákok nagy része olyan zenekarokban van, hogy tényleg csodálkozunk rajta. Mi történt veled, mióta kikerültél a zeneiskolából? Fú, hát nekem nagyon nehéz volt kikerülni a zeneiskolából, mert 2020-ban végeztem, és akkor ugye Covid időszak volt, és bár mindent próbáltam úgy alakítani, hogy mire befejezzük, tudjunk járni zenélni a barátaimmal és a saját produkcióval, azért ezen merőben áthúzta a terveimet és a programokat, amiket beszerveztünk. Úgyhogy igazából az első egy-két hónapot a szakvizsgám után még otthon töltöttem Szlovákiában, aztán pedig hát muszáj voltam vállalni egy hétköznapi munkát is, mert még nagyon sokáig nem tudtunk zenélni. Ha mentünk is, akkor inkább ilyen duó, trió formációban, de akkor fogalmazódott meg bennem, hogy saját dalokat szeretnék írni, és saját dalokkal szeretnék foglalkozni és színpadra állni. Ezért 2020-ban írtam meg az első dalomat, Ó Lord címmel, azt is fogjuk ma játszani. És akkor mint amikor áttörsz egy falat, és rájössz, hogy itt is van világ, ilyet is lehet. És akkor azóta így igyekszünk Fésűs Ádámmal, a szerzőtársammal közösen dalokat írni, és készül a nagy lemezünk, a bemutatkozó nagy lemezünk. Aláírom, nekem Whitney Houston a nagy kedvencem, viszont nem fogok nagy baladákkal kiállni a színpadra, mert úgy gondolom, hogy még nem tartok ott, vagy lehet, hogy soha nem is fogok, mert ahhoz szerintem lelkileg is meg kell érni, nem csak hangilag. De közben pedig nagyon sokszor álltam blueszenével a színpadon, ugye még Póka Egonékkal, nagyon-nagyon sokszor énekeltem funkit, diszkót, tehát hogy szinte-szinte mindent is tapasztaltam már. Most igyekszünk egy olyan vonalba elmenni a saját lemezzel, ami modern, mégis akusztikus hangszerek szólalnak meg benne, és igényes mindenki számára igazából. Jobban talán nem tudok fogalmazni ezt illetően. Mit fogsz mellőadni, és vagy mit fogtok mellőadni, és kikkel lép színpadra? A színpadra Borbé Bence reggőben lépek, ő lesz a dobosunk, mellette Molnár Peti fog basszusgitározni, Usztics Péter Pepe, ő lesz a gitárosunk, és ugye a szerzőtársam Fésűs Ádám lesz még ott mellette. Hoztunk pár feldolgozást, egy 4-5 dalt, ami nagyon-nagyon közel áll hozzánk, tehát semmiképp nem szerettem volna csak úgy bedobni pár dalt. Fontos volt számomra az, hogy lelkileg kapcsolódjon hozzám, és ezek mellett pedig saját dalok fognak szólalni. Tehát igazából itt debütálunk először a saját dalokkal így élőben, meg úgy általánosan is, mert a lemez még nem jelent meg. Mit szóltál ahhoz, hogy meghívtak ide a Szent László napokra? Az az igazság, hogy amikor először csináltam egy zenekart, az a 2018-as halmajál is volt, azt hiszem. És akkor az ugyanitt volt Kőbányán, és velük jártam, úgyhogy nem volt kérdés. Tehát nem mondom azt, hogy felkészültnek éreztük magunkat, mert
ha logikusan gondolkozik egy előadó, akkor lemez megjelenés után megy el fellépni, de én úgy gondoltam, hogy Kőbányának soha nem mondunk nemet. Tehát, hogy nekem ez tényleg olyan, mintha hazajönnék, vagy legalábbis egy olyan biztonságos környezet, ahol szívesen állok ki a színpadra. Sokan szokták mondani, hogy a sajáddal az mindig intimebb, hogyha az a legintimebb környezet, amikor kiállsz, és nagyon örültem, engem a Szakadáti Póka van ezt a kért meg, hogy a zeneiskolát képviseljem, és nagyon örülök neki. Nem utasítottam volna soha vissza, valószínűleg. Az este utolsó fellépői a Pannonvár Színház színészei voltak. A Valahol Európában című musicalt hozták el a Szent László napok színpadára. A színvonalas előadást több mint 40 gyermek és felnőtt színész adta elő. A Pannonvár Színház hosszú évek óta vesz részt a Szent László napokon. Minden évben fergeteges előadással készülnek. Hát most már hosszú évek óta, sőt most már több mint évtizedes a kapcsolatunk Kőbányával, minden évben jövünk. Azt hiszem talán egyetlen év maradt ki. Mi nagyon szeretünk itt lenni, és megtisztelő, hogy a Pannonvár Színházat hívják Veszprémből. A szervezés mindig jó, mindig professzionális. Most éppen az időjárással, vagy éppen mögöttünk fújó széllel küzdünk, de a társaság is, mármint a színház társasága is hozzászokott már, hogy különböző természeti körülmények ellenére is meg tudjuk valósítani azt, amit szeretnénk. Izgalmas lesz, hogy szabadtéren először vagyunk ezzel a produkcióval. Már Kőszínházban sokszor játszottuk, de hát tapasztalt, bár nagyon fiatal a társaság. Hányan fognak ma fellépni? Hát összesen 40-en vagyunk a színpadon, ebből 33 gyermek szereplő, többiek a felnőtt tagjaink, de mondhatom azt, hogy profi csapattal állnak szemben. Milyen üzenete van a Valahol Európában-nak? Hát a béke, pontosabban az, hogy milyen felelősség háborút vívni, mert ami utána marad, árván marad gyerekek, akiknek nincsen támaszuk, csak beleesnek a nagyvilágba, egy alakuló olyan világban, amire még senki se tudja, hogy milyen lesz, az bizony óriási felelősség. A film, a híres, világhírű film alapján készült ez a musical. Tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy a legkülönbözőbb rétegekből jövő árva gyerekek és a csoportokba verődő és már-már veszélyessé váló árva gyerekek is iszonyatosan éheznek a szeretetre, és iszonyatosan éheznek arra, hogy valaki megmondja nekik a biztosat. És itt találnak egy zeneszerzőt, ez egy nagyon nagy találmánya a darabban, hogy nem egy hadvezér találnak, nem egy macsó férfit, hanem egy zeneszerzőt, aki megcsömörlött a világtól, megcsömörlött a háborútól, és megtanítja őket zenélni, megtanítja őket énekelni, megtanítja őket önmaguknak lenni, ez a leglényegesebb üzenet. Közös megegyezés mindig a helyszínnel, művelődési ház igazgatójával, Győrfi Lászlóval mindig konzultálunk már egy évvel előtte, hogy mi van a repertoáron, és ez erre esett a választás a kőbányaiknak, reméljük, hogy nem okozunk csalódást. Hogyan tudják a színészek átérezni a darab mondani valóját annak tekintetében is, hogy fiatalok? Hát talán még könnyebben, mint gondolná azt egy néző. Mi elmúlt nyáron 40 fokos hőségben egy kis próbateremben próbáltuk ezt a darabot. Elképesztő fegyelemmel és alázattal voltak egymás iránt is, meg a mű iránt is. Úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Ugye érdekes helyzetben vagyunk, ugyanis az ukrán háború miatt lehet áthallás a darabban. Ez volt-e hatással önökre? Hát mit mondjak, természetesen akkor már zajlott a háború, amikor mi elkezdtük próbálni, de mindig újabb és újabb fázisában lép a világ. Olyan időszak még nem volt, hogy a világban valahol ne lett volna háború, ez szörnyű dolog egyébként. Most éppen közel van hozzánk. Attól még, hogyha itt esetleg totális béke van Európában vagy Európa környékén, akkor is érvényes a darabnak ez az üzenete, hiszen ha más nem, az apáink, a nagyapáink, a dédapáink, azok megjárták a háborút, és minden család hordoz háborús sebeket.
A Veszprémből származó színház felnőtt állandó színésze is részt vett az előadásban főszereplőként. Kárpáti Barbara évek óta a Pannonvár Színház társulatának tagja. A Valahol Európában musical közel áll a szívéhez. A színészet számára nem munka, sokkal inkább hivatás és szenvedély. Na, már pici koromban is tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. Én elvégeztem a Pesti Magyar Színi Akadémiát 2017-ben, és egy válogatás közben kerültem ide a Pannonvár Színházhoz, az ottani egyik tanárom Gyöngyösi Tamás ajánlotta ezt a helyet. Hát és én azóta itt vagyok igazából, és nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nagyon jól érzem magam, iszonyatosan jó a társulat, nagyon összetartóak vagyunk mi is, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni. A mai előadásra ideértünk már 4:30 körül, és akkor 5-kor belecsaptunk, és igazából az egész előadáson végig mentünk. Itt a végén már picit szorított az idő, úgyhogy tényleg csak a nagyon közös és nagy csoportos dolgokat tudtuk végignézni, de végig mentünk az egészen. Igen, itt voltunk tavaly is, a Hotel Mentol koncertverziót hoztuk el, és a Csini Baba volt még itt, csak hát azt már nem tudom megmondani, mikor, szerintem 4 éve, még a Covid előtt. Mi most már így nagyon otthonosan járunk egyébként ide, pontosan tudjuk, hogy mi hol van, tudjuk a színpadnak az adottságait, a közönség is szerintem egyébként visszatérő, úgyhogy úgy szeretjük ezt, meg van egy ilyen tök jó falunap hangulata, úgyhogy tök jól érezzük magunkat itt mindig. Szerintem ennek a darabnak mindig van aktualitása, most sajnos különösen van, de hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor szerintem a közösség és a nagy csapatoknak az ereje. Kinek a szerepében láthatnak ma, és mit lehet tudni a szereplő sajátosságairól? Én Suhanc per Éva karakterét alakítom, akiről ugye nagyon sokáig azt hiszi az egész banda, hogy egy fiú. Sajnos megvan a szomorú oka arra, hogy miért fedi el ő azt, hogy ő egy lány, mert a múltjában nyilván a háború szörnyűségeiben sajnos nagyon sok negatív dolgot tapasztalt meg az abból adódóan, hogy ő lány. Úgyhogy ő takargatja a valódi személyiségét, és fel is vesz egy ilyen nagyon kemény, harcias bandavezér figurát. Úgyhogy én őt alakítom, de hát nyilván a darab végére kiderül mindenkinek a számára, hogy ő igazából egy hölgy, és hogy Évának hívják, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a karaktert. Mennyire tudtad átérezni a darabnak a mondani valóját, főleg ahhoz képest, hogy te is említetted, hogy talán van aktualitása most is? Hát nagyon, sajnos nagyon, és azért is, mert ugye a darab egyik erőssége, hogy gyerekszereplők vannak benne nagyon sok, nagyon ügyesek és nagyon tehetségesek, és igazából mindet itt ismertük meg, tehát minden jöttek egy castingra, és akkor így kerültek bele ebbe az előadásba, és nagyon megszerettük őket, és nagyon terelgetőek és gondoskodóak lettünk a gyerekekkel, úgyhogy nem spoilerezek, mindenki tudja, hogy sajnos a főszereplő Kuksi meghal a végén. Az egy nagyon szívbe markoló pillanat, és azt például abszolút át tudom érezni. Nagyon sokan lesztek a színpadon, és nem is túl nagy a színpad. Mi ennek most a nehézsége, vagy ezt hogyan lehet megoldani? Hát egy-két dolgot át kellett, hogy alakítsunk, mert azért vannak nagyon nagy ilyen körbefutkározások és csigák és mindenféle. Úgyhogy azokat most picit átalakítgattuk, de igazából mindennek megtaláltuk a helyét. Tehát van, aki most hátrébb került, aki elő volt, most ezt éppen nem csinálja, tehát hogy így meg tudtuk oldani igazából. A gyerekeken mennyire láttad, hogy át tudják érezni ezt a mondani valót? Hát az a megdöbbentő, hogy nagyon. Nagyon, és nagyon sokat Vándorfi Lászlónak, a rendezőnek nem is nagyon kellett a szájukba rágni, hogy miről van szó. Nagyon könnyen és nagyon hamar rákaptak az ízére, hogy mi történik körülöttük, és milyen gondolatokat kellene, hogy elsajátítsanak, és nagyon-nagyon ügyesen közvetítik szerintem a nézőknek is. Yeah.
A Szent László napok tehát pénteken kezdetét vette. Bár az első napján az időjárás kevésbé kedvezett, sokan kilátogattak a Szent László térre.